Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. A Google a 2010-es évek első felében még Nexus, a második felétől kezdve pedig Pixel néven dobta piacra a referencia mobiljait, vagyis a gyári Androidot futtató készülékeit. Így már pedig a 9-es szériánál tartunk, ami négy tagot számlál. Van a Pixel 9, a 9 Pro, a 9 Pro XL, valamint a 9 Pro Fold, utóbbi a második generációs összehajtató készüléke a Google-nek, amit az IFA 2024 kiállításon láthattam is, viszont Magyarországon egyenőre nem kerül hivatalosan forgalomba. A másik három készülék viszont igen, szeptemberben jön még csak a 9 Pro, a 9 Pro x et pedig már teszteltem is. Ennek a videónak az alanya viszont nem más, mint a Pixel 9, ami akkumulátorban és kamerákban is fejlődött a Pixel 8-hoz képest, viszont már nem annyira kompakt, de még mindig egész kézbe élő dizájnnal rendelkező mobil, remek kamerarendszerrel, kiváló kijelzővel és viszonylag gyors hardware az ára viszont azért nem alacsony, tehát bőven találunk konkurenst akár Androidos, akár iOS-es fronton. Lássuk tehát, hogy mit kell tudni a Google Pixel 9-ről. Sajnos a Google sem tartozik azon gyártók közé, amely sok tartozékot kínál a telefonja mellé a dobozban, ugyanúgy, mint az Apple, a Samsung vagy egyes gyártók, mindössze egy USB-C kábel találunk jóformán, nyilván van használati leírás, valamint szintű is, de adapter vagy éppen tok, esetleg előlapi fólia már bizony nem fért a repertoárba. Hát igen, ezt azért továbbra is szívja a végfelhasználó, hiszen azért drágák ezek a különböző tartozékok, nem is mindig kompatibilis egyik a másikkal. Viszont dizájn szempontjából már nem fukarkodtak ennyire az anyag használattal, hiszen egyrésztről egy viszonylag kompakt méretű eszközről van szó, nem annyira kézbe illő, mint a Pixel 8, de még így is jól kezelhető egy kézzel. Méreteket tekintve 152,8 x 72 x 8,5 mm-es dimenziókról és 198 g-os tömegről beszélünk, ami pedig jó hír, hogy Gorilla Glass Victus 2 nem csak az előlapot, hanem a hátlapot is, a keret pedig alumínium, és ne felejtsük el, hogy IP68-as vízes por is rendelkezik a mobil jó kézben tartani, tényleg nagyon minőségi, a jobb oldalra került a hangerőszabályzó billentyű, és fölé a bekapcsoló gomb, amit meg kell szokni azért, mert általában fordítva szokott lenni, fölül mindössze egy másodlagos mikrofon, bal oldalon antenna csíkok, alul pedig hangszóró az, ami felelhető, ennek van egy felső párja is, tehát sztereó hangzásra képes a telefon, egész korrekt hangminőséggel, nem dübörögnek annyira mélyek, de nem is torzítanak a felső tartományban szóló hangok, szóval a zenehallgatása is abszolút alkalmas a mobil. Alul van még egy USB-C csatlakozó is, ez 3.2-es szerencsére, valamint egy tárca, amire egy darab nanoszimet rakhatunk, hiszen csak úgy lesz dual képes a Pixel 9, hogy a fizikai szín mellé egy e telepítünk a telefonra. A hátlap szép, főleg úgy, hogy sok színben kapható, nagyon jó, hogy ilyen zöldtől kezdve, akár rózsaszínes árnyalatig minden megvásárolható. A kamera sziget egy picit kiemelkedik, de csak két szenzor tartalmaz, szemben a Pro-val vagy a Pro XL-lel. Az előlap szerintem nagyon jó. Sokkal szebb egyébként, mint a Pixel 8-nál, vagy a Pixel 8a-nál A keret viszonylag vékony és szimmetrikus, tehát a szemnek kellemes. 6,3 inch-es a kijelző, ami 1080x2424 pixelt vonultat föl. Támogodott a mindig aktív kijelző, és egyébként ez egy OLED panel, 120 Hz-es képfrissítéssel és 1800 nites tipikus és 2700 nites maximális pontszerű fénycsűrűséggel. A 422 ppi is képpontcsűrűség teljesen rendben van, nyilván nem eltépő a AMOLED panel, mint a másik két társánál, de ennek ellenére azért nem csak beltéren, hanem is nagyon jól használható és látható, minden tartalom szépen jelenik meg rajta, kiváló a betegintési szögek, nem utolsó sorban pedig sík panel, ami a kezelhetőséget is javítja. Szuper hír, hogy a Pixel 9 sorozat immár ultra újlenyomat olvasót kapott, nem pedig optikait, villámgyorsan, nagyon jól és precízen működik, tök jól fel lehet oldani vele a telefon, de ha nyilván valaki más módszert szeretne, akkor ott van a kevésbé biztonságos kérdés, arcfelismerés is. Ez pedig az előlapi kamerán keresztül történik, aminek a felvontása 10,5 megapixeles, de autofókuszos, így lehet át szelfi képeket és videókat is készíteni. Hogyha valaki videózna a Google Pixel 9-el, akkor bátran megteheti, hiszen egy egész nagy felvontású kamera került az előlapra, ami ráadásul autofókuszos, tehát képes után követni a mozgásokat és ráfókuszálni a részletekre. A Google Tensor G3 azért sok kritikát kapott több szempontból is. Hát a G4 sem lett egy bivajerős lapka, nagyjából a Snapdragon 8 Gen 2 szinthez közelít. De egyébként a 12 gb RAM mindenképpen jó hír, függetlenül attól, hogy a Pro, illetve a Pro XL bizony 16 gb kapott, de szerintem a 12 is bőségesen elegendő. A 8 magas processzor és a gyári Android felület pedig nagyon jó szimbiózisban van egymással. A 128 gb os adattárló viszont hát egy picit kevés, kefőleg ebben az ásában, de van belőle 256 gb os is, UFS 3.1-es tárolóegységekről van szó. Mali G715 MC7 grafikus gyorsító dolgozik legbelül, ez a legtöbb játéknak a futtatására maximális váltások mellett is alkalmas. Igazából benchmark tesztek is mutatják, hogy nagyjából hol helyezkedik el a telefon, bőven erős, bőven elegendő, és hát nyilván mindent képes elfuttatni, de azért komoly terhelésnél tud melegedni, átlagos használatnál viszont nem tapasztaltam azt, hogy túlságosan hevülne, szóval mindenki mindennapi használat kellemes ezzel a telefonnal. Android 14 operációs rendszert kapunk, méghozzá gyári felülettel, semmivel nincsen meg szerezve, minden olyan, mint hogy kijön a gyárból konkrétan, és ami jó hír és nagy ütőkártyája a telefonnak, hogy 7 évnyi főverzió frissítést ígér rá a Google, tehát sokáig up to date lesz. Nyilván, mivel egy gyári Androidról beszélünk, ezért ugyanolyan, mint a legtöbb más egyébként, föl tudjuk oldani a kijelzőt, különböző háttérképet tudunk létrehozni, akár a mesterséges intelligenciának a támogatásával, ezen felül pedig hát nyilván azért meg tudjuk nyitni a háttérben futó alkalmazásokat, villámgyors, elképesztően sebes az operációs rendszer, responsív, nem akadozik, nincsenek különböző bugok, legalábbis én nem figyeltem fölére. erre. Én nagyon úgy vagyok vele, hogy szerintem ez egy szuperül működő operációs rendszer, amiben nyilván csomó mesterséges intelligencia funkciót még beleépítettek, vagy ott van még a karikázva keresés, amit a Samsungnaknál ismerhettünk meg, a kezdőképernyő gombra ugrást hosszan megnyomva, bármikor egy ilyen új mozdulattal körbe tudjuk karikázni az adott dolgot, és hát már is szerencsére ott a lehetőség arra, hogy keressünk a Google-ben, de vannak még egyéb ilyen plusz is, amiket lehet szeretni ebben a telefonban meg a beletársakban is vannak olyan funkciók, amiket ki tudnék emelni. A hangoknál és a rezgéseknél is nagyon sok mindent eléretünk. A megjelentésnél lezárási képernyőtől kezdve időkorlátig, vagy éppen sötét témáig minden adott természetesen, de van még navigációs mód is, amit meg tudunk változtatni, éjszakai fény, színek, vagy éppen érintésérzékenység, amit ne felejtsünk el semmiképpen sem, hogy a smooth display-t kapcsoljuk be, mert csak így lesz 120 hz a panel, egyébként azért 60 Hz-en ragad a rendszer. Plusz applikációk lényegében nincsenek, csak a gyáriak, minden másra pedig ott van a play járuház. Hát tényleg hihetetlen gyors ez a telefon, bárkinek a kezébe adtam, ezt érezte, szóval ebbe nem is lehet belekötni. Kamerák tekintetében pedig egy picit más ez a telefon, mint a Pro, illetve a Pro XL. A főkamera, illetve a nagy látószögű ugyanaz, viszont nincsen zoom kamera, csak szenzor zoomunk. A főkameránál maradva van egy 50 megapixeles f1.7 rekeszértékű PDF autofókusszal és optikai stabilizációval ellátott kameránk, a másik lencse pedig egy 48 megapixeles ultra nagy látószögű, méghozzá PDF autofókusszal, vagyis makrofotózásra is alkalmas ez a 123 fokos látószögű lencse. Zoomolni pedig, ahogy mondtam, a szenzor zoommal lehet, ehhez tartozik is egy gomb egyébként a kamera alkalmazásban, illetve el tudjuk hívni a különböző beállításokat is, az éjszakai módot, a legjobb felvételt, az időzítőt, vagy éppen a makrofókuszt ki lehet teljesen kapcsolni. Videózni is lehet 4K 60 FPS-ben, és szerencsére lehet is váltani a különböző szenzorok között, ez jól tud jönni annak, aki hirtelen nagy normálra szeretne váltani. Éjszakai mód, panoráma mód, és még jó néhány plusz funkció, nyilván egyéb beállításokat is találunk egyébként a kamera szoftverben, amiket lehet babrálni, akár a fehér egyensúly, akár a fényerő, akár mondjuk a GPS helycímkézés, meg hát itt, amit még láthattok, elég sok minden. A képminőség inkább ami fontos, és a Pixel széria mindig arról volt híres, hogy a gyári Google programmal karöltve milyen jó fotókat lő, itt egymás mellett láthatjátok a nagylátószögű, a normál látószögű, valamint a kétszeres zoom felvételeket. És az a helyzet, hogy mind a három típusú kamera nappal jó fényviszonyok között kiváló képeket lő. Nyilván a normál és a nagylátószögű a két legjobb, hiszen azok dedikált kamerák, de a szenzor zoomot is jól megoldotta az 50 megapixeles kamerából a Google, tehát ha bár nincsen telefotó lencse, még így is kétszeresen bátran lehet zoomolni, tehát ez egy jó kameratelefon, persze ennyi pénzért azért ezt el is várja az ember. A napali videók még teljesen vannak. Egymás után rakom a normál látószöget és a nagy látószöget, hiszen ez a két normál lencsénk van, de egy picit bele is zoomolok majd a felvételekbe. Jó tartomány, a, a vonalélesség és a részletek is látszódnak szépen. Nem ez a legjobb videós telefon, ebből a szempontból talán még a Galaxy S széria vagy éppen az iPhone-ok -ok azért rátesznek egy lapáttal, de Androidos berkekben azért az élmezőnyben tartozik a Pixel 9 is. Az éjszakai felvételeknél már kijön a különbség azért a szenzorok között, a legjobb fehér egyensúlyjal a normál szenzor dolgozik, a nagylátó szögnél egy picit néha hidegebbek a fehérek, vagy a valóságtól eltérnek, de a nagy felbontás miatt és a pixel binningnek köszönhetően szerencsére azért egész korrak marad a valóság, illetve egész sok részlet megmarad. A zoomolás ilyenkor már egy picit rosszabb, mint nappal, de én szerintem vállalatú, használatú. Az éjszakai videóknál már nem brillírozik annyira a telefon, még a normál látószöggel azt mondom, hogy csak, csak lehet bátran videózni így a kategória társak mellett is. A nagy látószög már egy picikét szemcsésebb, illetve több a visszacsillanás. Nem mondom, hogy rossz, sőt, egyáltalán nem az, csak azért ez nem a legjobb a piacon. Mint hogy töltési teljesítményben is bőven elmarad azért a xiaomi az oppo a Honor-tól vagy a Huawei-től ez a telefon, hiszen itt egy 4700 mAh kapacitású akkumulátort kapunk, amit 27 wattal lehet csak PD gyors tölteni, és 15 wattal vezeték nélkül, de ez csak akkor, hogyha a Pixel állványt használjuk, egyébként 12 wattos mindössze a Qi töltés, ami hát rémesen lassú, egy éjszaka elég neki, de hát a merülget, akkor már túl gyorsan nem fogjuk semmilyen módon feltölteni, az üzemidő pedig egy, de akár két nap is lehet, függően attól, hogy mennyit fotózunk, mennyit játszunk, vagy mire használjuk a készüléket. Azért egy picit jobban bírta, mint az iPhone 15 Pro. -m. Adott kommunikációs szempontból pedig nincs hiány a telefon, csak egy dolognak, az pedig az infra, minden más rendelkezéssel, elszim, úgy a SIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, nfc és érintésmentes fizetés, USB-C 3.2-es csatlakozó, vagy éppen ott van a villámgyorsan és jó pozícionáló GPS is, tehát azért egy fejlett készülékről beszélünk, amit azért meg is kell tudni fizetni, mert egy olyan jó 360-380 ezer forint a hivatalos végfelhasználói ára ennek a telefonnak 128 GB-os változatban. Mi a legfőbb konkurens? az iPhone 16, ami hát hamarosan Magyarországon is piacra kerül, vagy valaki, ha később nézi ezt a videót, akkor már el is érhető, de egyébként pedig rengeteg más vetétársal is számolattunk, az Asus Zenfone 10 még a kompakt, vagy a Samsung Galaxy S24 is ebbe a sorozatba tartozik, ott van a Pixel 8, picit kisebb tudással, de kompaktabb kivitelben, és nyilván jóval alacsonyabb ár címkével, Szóval nem rossz a Pixel 9, ha valaki gyári Androidos felületre vágyik. Én azért lehet, hogy rátennék még egy picit, és a Pro-t választanám a normál zoom kamera miatt, de egyébként ez is egy jó készülék bár lehet, hogy várnék egy picit, még lejjebb csökken az ára, mert akkor lesz igazán bomba vétel, 300 ezer forint környékén már azért egy igen jó alternatíva, egyéb esetben pedig azért szét kell nézni, és kinek mi tetszik a legjobban, azt fogja választani, amellett fog dönteni. Na, hogy tetszik a Pixel 9, vagy mit vennétek helyette? Írjátok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, legyetek jók, sziasztok!